próbáljunk meg nem sűrűn mozogni, hanem szépen elszórva elhelyezkedni. A kosárlabda edző a játékos meccs taktikáját magyarázza a gyerekeknek. Pár perc múlva pedig be is dobják a mérkőzés első pontot érő labdáját. A kosár mellett a kézilabda és a röplabda is kiemelt sportágnak számít Nyíregyházán. A délelőtti kötött programok alatt ezeket tudják kipróbálni a gyerekek, és az alapokat elsajátíthatják a Nyíregyházi Sportcentrum táborában. Délutánonként floorball, úszás és élő csocsó bajnokság várja a gyerekeket, de kötetlen pingpongozási lehetőségük is van. Most is vannak itt a Nyíregyházi Sportcentrum kollégák közül ketten, akik térképezik a terepet, hogy ki az, aki még ez idáig nem választott magának sportágat, úgyhogy most is szemléznek és nézik, hogy kit lehet még esetleg a kézilabdába, kosárlabdába vagy a röplabdába elszipolyozni. A szakemberek azt mondják, ezek a gyerekek hamar megértik a feladatokat és jól terhelhetőek. Így könnyebben megtalálhatják a jövő tehetséges sportolóit. Megnézzük a korosztályát, hogy belefér-e még az adott keretbe, aztán beszélünk a szülőkkel, megkérdezzük alapvetően a leendő játékost, hogy van-e kedve ehhez, szeretné-e komolyabban ezt csinálni, és akkor így felvesszük vele a kapcsolatot, és egy idő múlva leigazoljuk. A tábor első turnusába aktív, lelkes gyerekek jelentkeztek, akik minden foglalkozáson élvezettel vesznek részt. Azért jöttem ide, mert gondoltam, hogy jó lesz, mivel szeretek sportolni, és a kedvenc sportom a jégkorong. Most viszont kézilabdázni láttunk. Mióta üzöd ezt a sportot, mennyire szereted, mit szeretsz benne? Hát apukám kézilabdázott még, én itt kezdtem el, de csak itt fogok. Bodza a kézilabdázás mellett szívesen kipróbálná még a baseballt is, de később jégkorongozó szeretne lenni. Ez utóbbi népszerű a táborba visszatérő gyerekek körében is. Én azért értem ide vissza, mert igazából én szeretem a sportot, és minden így jó érzés sportolni, és hát igazából én jéghokizok és atlétikázok. Hát atlétikában országos második távolugró vagyok, országos első kislabdahajító vagyok, jégkorongban még kicsikét ilyen kezdő vagyok, de már az is jó, hát végül is így, ezért jöttem én ide a táborba. Itt nem csak jó hangulat és sok élmény várja a gyerekeket, a mozgás elengedhetetlen ebben a korban, hatással van az egész életükre, növekedésükre, semmi mással nem helyettesíthető és nem pótolható a testi és lelki fejlődésük során.